Ultra, a Magyar Hang heti podcastja politikai pszichológiáról, kampánytechnikákról, manipulációról, marketingről, Péter Tamással és Gulyás Balázzsal. Üdvözlöm a hallgatókat, Gulyás Balázs vagyok, ez itt az Ultra, a Magyar Hang podcastja. Immár a harmadik adásnál tartunk, és nagyon köszönjük a figyelmet, mert megmondom őszintén, hogy várakozáson felül teljesít a podcast. Nagyon sokan kíváncsiak rá, úgyhogy nagyon köszönjük ezt a megkülönböztetett figyelmet. Itt van velem állandó műsorvezető társam Péter Tamás, politikai tanácsadó, publicista. Szia Tamás! Üdvözlöm a hallgatókat! És nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat az adásba Závesz Tibor, az Závesz Research igazgatója. Üdvözlök én is mindenkit, jó itt! És a műsor elején lapozzuk át gyorsan az e-heti Magyar Hangot. Karácsony Gergely van a címlapon, egy hosszú és rendkívül színvonalas interjút közlünk vele, és ez most itt nem irónia volt, hanem valóban jókat mond Karácsony Gergely. Hát nem hiába, egy nagyon kedves kolléganőnk készítette. Közlünk talán téged, Tibor, ez érdekelni fog, ugyanis közlünk Tapolcáról egy választási összeállítást, egy ilyen mélyfúrást. Valamint van interjúnk Tálas Péterrel, elsősorban az ukrán helyzetről és Gyarmati Évával, és van benne még egy átlátszó melléklet is. Tamás, neked mi tetszett meg az e-heti lapban? Én még nem mélyedtem bele, de a Zsombor, a György Zsombornak a cikkét olvastam, az egy különösen pikáns sztori, ezt mindenkinek tudom. Ez a plakátos? Nem, a bírók. Ja, igen. A bírók. Igen. Illetve a Karácsony Gergely interjúba is beleolvastam, az is nagyon jó. Elég amatőr vagyok, lássuk be, hogy a főszerkesztő cikkét nem én ajánlottam, hanem meghagytam neked, de hát mindegy, ez már így marad. No de... Ha már itt van Závesz Tibor, akkor szeretnénk mindent tudni, és egy ilyen általános kérdéssel indítanék, Tibor, hogy hol állunk most február első harmadának a végén, hol állnak most a pártok a választási versenyfutásban? Hát mandátumokról még ne beszéljünk, attól nagyon messze vagyunk, de olyan erőviszonyokról, nagyságrendekről lehet. Ugye azt már elég régóta mondogatjuk, hogy két nagy tömb feszül egymásnak, és ennek a két tömbnek a mérete is nagyjából hasonló. Hol az ellenzék vezet, ez volt inkább a tavalyi évre jellemző, és a mostani adatok inkább azt jelzik, hogy nagyon is a döntetlen, vagy inkább a Fidesz irányába billenő adatokat lehet látni. Azt jegyezzük meg, mert szerintem nem beszélünk róla eleget, hogy a döntetlen is kevés. Ha a listás szavazatokat nézzük, a döntetlen kevés az ellenzéknek, ugye? Persze. Hát ennek ugye sok oka van. A győztes kompenzációnak a léte a magyar választójogi rendszerben, ez ugye a jól meghatározott választókerületeknek, már Fidesz érdekében meghatározott választókerületeknek köszönhető. Például ez egy nagyon fontos momentum ebben. Tehát azt szoktuk, és hát vannak eleve Fideszhez adható mandátumok. László Robi azt mondja most talán egy, kettő nem biztos, ez ugye a határon túli kettős állampolgároknak a mandátuma. Tehát, hogy úgy indul a Fidesz neki a választásnak, hogy már ki vannak osztva lényegében neki mandátumok, tehát, hogy előnyből indul. Tehát sok összetevője van, de ebben úgy, ha számítgatunk és betesszük különböző ilyen mandátum kalkulátorokba, akkor azt lehet látni, hogy 3-4 százalék ponttal kéne listán győzni az ellenzéknek ahhoz, és az valahogy úgy vetül rá az egyéni választókerületek, hogy azt mondhassunk, hogy talán lesz mandátum töblete. Na most ehhez egy-kettő gondolom ebben az esetben. Igen. Hogyha ehhez képest a verseny döntetlen, vagy ha akár csak 1% ponttal a Fidesz vezet, akkor azért az egy jelentős Fidesz előnyt mutat. Csak nem temetném az ellenzéket, mert a kampányról beszélünk, már csak azért sem, mert a választókerületeken múlik nagyon sok. Tehát mi általában ugye azt tudjuk mérni ezekben a havi mérésekben, hogy a listás eredményeknek mi az aktuális állapota, mi nem előrejelzünk, egy aktuális állapotot teszünk le az asztalra, és amikor meg választókerületi kutatásokat készítünk, azok meg nagyon sokfélék. Uh-huh. Nagyon sok függ attól, hogy milyen erős az a jelölt, akár ha fideszes inkumbens jelölt, tehát régóta ott lévő, most is mandátumot birtokló fideszes jelölt, az egyébként nagyon sokat ér a politikai piac. Ezt mondhatom a kutatások alapján. Viszont vannak olyan választókerületek, ahol meg az összefogásnak a nem is a mechanikus összeadott értéke, hanem a mostani erőviszonyok is azt jelzik, hogy nekik áll a zászló ahhoz képest, mint ahogy 2018-ban nem állt nekik a zászló, mert széttagolt. Valami megütött a fülemet, úgyhogy muszáj közbevágnom, ne haragudj.
azt mondod, hogy az inkumbens jelölti státusz az, az sokat jelent és előnyt jelent a választáson. Akkor az a Fidesz hátrányára szól, hogy sok helyen lecserélte most a jelöltjeit, olyan helyen is, ahol mondjuk nem volt országos botrány, például pont az, ami, hogy hazabeszéljek az heti lapszámunkban, hogy említettem Irunk Tapolcáról, ott ugye lecserélték az inkumbens jelöltet, és Navracsis Tibor indul helyette. Szóval akkor ez, ez talán hátrányt jelent, hogy ilyen sok helyen cserélt a kis padról a Fidesz? Az egyik csere momentum az az, hogy, hogy nem látja biztosítottnak semmilyen körülmények között azt, hogy a mandátum megszülessen, és ezért olyan politikusokat tesz oda, akik, ha megkarcolódnak, az nem olyan nagy veszteség, tehát nem országos politikus. Budapesten több ilyet lehet látni. A másik oka, tehát nem, azt nem mondom, hogy föladta volna Orbán Viktor, semmit nem ad föl. Jó, hát persze. Olvastunk erről ugye könyvet is nemrégiben, tehát, hogy nem ad föl semmit, de minden esetre jól, úgy kalkulál, hogy, hogy az nem biztos, akkor nem égeti meg a régóta mellette lévő, fontos kormányzati pozícióban lévő embereket. A másik, amit én látok, hogy van egy olyan, nem tudom, szándéka, hogy emberek, akik lehet, hogy a másodvonalban vannak, vagy épp az első vonal után egy picivel, már majdnem első vonalbeliek, fideszesek, hogy kaparják ki maguknak a gesztenyét, tehát csinálják meg magukat. Ha ezt meg tudják csinálni, akkor az egy előremeneteli lehetőség egyébként annak a személynek. Hát például ilyen, mondjuk nem ilyen volt, de ma ilyen Lázár János, akinek hát az a feladat jutott, hogy, hogy hát meg kell küzdeni a mandátumért, nem is akárkivel, ugye? Igen. Lázár Jánosnak szerintem ez egy ilyen mindent vagy semmit szituáció, hát, nem? Igen, ez abszolút. Én fideszes pletykákból úgy értesültem, hogy Lázár János, hogyha most megveri Márki-Zay Pétert Hódmezővásárhelyen, tehát az egyéni választókerületében, akkor beindítja a rakétákat, és nagyra törő álmait újra előveszi. Viszont, hogyha elveszíti, akkor valószínűleg mindent elveszít, nem? Te is így látod? Így látom, abszolút így látom. Tehát azért kikapni, ő maga még nem kapott ki, mert polgármesteri posztot nem veszített el, de az embere már veszített el, tehát hogy ez valóban így van, ahogy mondod, és nyilván ő magas politikai babérokra tör, és a kvalitásai is valószínűleg ehhez rendelkezés állnak. A másik, amit akart, még kettő példát akartam mondani, a Füriyes Balázs, akinek azt mondom, hogy ő jól menetel előre a ranglétrán, ugye mindig a várományosaként beszélünk a főpolgármester jelölti posztnak a fideszes oldalon, de azt gondolom, hogy ez neki is egy nagy próbatétel, hogy most van akkor egy lehetőség, ahol nem kinevezéssel, tehát nem az építkezések felügyelőjeként, hanem politikai harc révén eljuthat a csúcsra, hogyha győzedelmeskedik. És a harmadik, akinek szintén hát csak úgy tud visszakerülni a mainstream világba, Navracsis Tibor, tehát pont említetted ugye ezt a választókerületet Tapolcán, tehát neki is ki kell kapartnia a gesztenyét. Ha ezt megcsinálja, akkor szerintem Orbán Viktor lehet, hogy számol vele. Ő nagyon magason volt, tehát azért miniszteri, meg talán az alaptörvény létrehozásában. Hát meg 500 millió ember irányításában, életének irányításában vett részt, mint EU biztos. Igen. Tehát... Most viszont, ha nem nyer Lázár János, akkor valószínűleg, hogy az ő politikai pályafutása az elősen lefele ívelőbe lesz. A Lázár Jánosé is szerintem mind a hármukra igaz. Mind a hármukra igaz lehet, így van, akiket itt bevettünk a beszélgetésbe. Hát ez az a saktábla, nem újszerű a jelenség, azért nagyon sokszor láttuk Orbán Viktor politizálásában, hogy jól húzkodja ezeket a bábukat. Azt kell mondjuk, hogy ezt azért, tehát jó, előre gondolkodó sok nagy mester, ha úgy tetszik, mert ezeket az embereket megfelelő helyre tolja az adott pillanatban. Azt soha nem mondhattuk, hogy valaki a fejére nőtt volna. És abban a körzetben elég sok ilyen kisebb település van. Én úgy hallottam, hogy már el is kezdték puhítani ott a falvakban élőket, hogy hát az most melyiket mondod? Hát a Lázár, ja. Lázár és... Igen. És Márki-Zay. Sőt, igen, ott a kis települések... Egy kivételével az összes polgármester hitettet gyakorlatilag így van, mellett, így van. És Márki-Zay ellen. Ha a kis településeknél vagyunk, akkor azért az nagyon fontos hozzátenni szerintem, hogy minden olyan választókerület, amelyikben hát 50-nél több
település van, és minél inkább kis település, és az nagyon a Fidesz felé billen, arra felé hajlik. Alapvetően minden mérés azt jelzi, de hát maguk a választási eredmények is, hogy azt a közönséget, a falusi közönséget a Fidesz nagyon jól meg tudta nyerni. Egyébként a kampánynak vannak olyan elemei most, amikor Orbán Viktor úgy adja elő magát, vagy akként viselkedik, mint hogy egy kis településen lévő ember. Ez nem. A disznóvágás? Hát például a disznóvágás, meg az öltözködésében adott pillanatban vannak ilyen... Igen? Észrevettél ilyet is? Hát most a disznóvágás és öltözködésében azt láthattad, hogy disznóvágáshoz csizmában volt ölt. Tehát olyan, én gyerekkoromban elég sok szüleim segítségével, vagy hát ahol laktunk, vágtunk disznót, amíg nagyon idősek nem lettek, és én azt kell mondjam, hogy ez, amit én láttam azon a videón, az ott elhangzott mondatok, az az öltözködés, azok a szokások, azok adekvát dolgok voltak ahhoz a szituációhoz, tehát az pont úgy szokott zajlani, tehát ez jól el volt találva, meg azt látom, hogy amikor elmegy a nyugdíjasokkal találkozik, azért láttunk több ilyen videót, azokon az esetekben sem öltözi túl magát. Nép egyszerű gyermekeként abban a közegben adekvát módon ráerősít arra, hogy tulajdonképpen a falu az övék, és meg kell mondjam, hogy ahogy nézem például az ellenzéki kampányt, ezt csak meg tudom erősíteni, mert mintha nem terjednének ki az üzenetek az ellenzéki oldalról a kis települések közönségéhez. De ez szabadítva is igaz, tehát Orbán Viktorék a városokat nem annyira akarják megnyerni, ez az egyik. Hát szerintem ők mindent meg akarnak nyerni, csak nem tudják. A kommunikációjuk az abszolút a vidéki ember. Igen, abszolút, persze. És stabil, az igen. Fura dolog ez a disznóvágás, mert szerintem ma már annyira kevés az átállomány egyébként, hogy ez nem is egy ilyen mainstream dolog ma már disznót vágni, tehát a Kádár időkben, vagy még régebben. Jó, persze. Pelikán elvtárs idejében. Igen, akkor ez jobban átment volna szerintem. Hát meg Dezső, ha még emlékszünk Dezsőre. Igen. Csak egy infot hadd mondjak, teljesen lényegtelen, csak érdekességképpen megnéztem azt a márkát, amiben ő vágta azt a bizonyos disznót, és hát az egy ilyen munkaruha márka, de abból a legelitebb, tehát a legmárkásabb, legdrágább munkaruha márka. Nem is írtuk meg, mert annyira lényegtelen mellékinformáció, de azért, meg ugye egy héttel később ellátogatott egy budapesti luxus étterembe, úgyhogy... Igen, akkor egy-egy. Akkor igen. Most hát ez megint a látszott. Ki van egyenlítve. Tehát azt gondolom, hogy a városokat föl nem adja, így van, föl nem adja, hanem szerintem kiszámítja azt, hogy hol van esély, és akkor koncentrál azokra a városokra, hoznia kell a kötelezőt, ahol billegő, oda fog energiát tenni nyilván Orbán Viktor is, de az ellenzék is. Veszprém, egy olyan választ, a Veszprém egyes számú választókerület, ami azért, hát ott, bár akkor egy át volt, már nem pontosan ezek voltak a határok, de Pál Béla személyében volt MSZP-s képviselő. Ott volt ez Diósi László személyében volt SZDSZ-es polgármester. Tehát maga a város, bár most tartoznak hozzá a környező falvak is. És korábban Navracsics is ott indult, ugye? Igen, és ő odavalósi a Navracsics. És aztán Kéz Zoltán ott nyert. És aztán Kéz Zoltán ott nyert. Tehát, hogy ott minden, tehát hogy azt gondolom, hogy azért ilyen választókerületekre oda fog figyelni. Tehát ugye most a mostani jelölt Ovádi Péter nem csak jelöltje a Fidesznek, hanem képviselője is. Igen, tehát hogy valószínűleg a városok, bár erőforrás aztán töménytelen, de mégis valószínűleg nem Budapesten a hetes számú választókerületbe fogja koncentrálni az erőit, ami a 13. kerületet foglalja úgy üzemében magába, tehát nem Hiszékeny Dezsőt gondolja legyőzni Orbán Viktor, hanem azokat a városokat választja ki. Tudsz még mondani esély... ilyen városokat, ami ilyen billegő? Ugye mindig... és muszáj neki, mármint Orbánnak és a Fidesznek muszáj koncentrálni arra? Hát ugye megyeszékhelyek között van ilyen a Miskolc, az mindenképpen egy... De az nem inkább ellenzéki? Hát hol ellenzéki, hol nem. Uh-huh. Azért Miskolc városának volt fideszes polgármestere, tehát itt mindig szerintem ez az ilyen választás történetet úgy kell összerakni, hogy nézni egy picit azért ezt a választókerület székhelyének a politikai preferenciáit, és akkor persze a környező településeket is, és Miskolc e tekintetben sokféle volt. Azért gondoljuk, és ez egy érdekes dolog, azért gondoljuk ellenzékinek, mert azt feltételezzük, és ezt nem vagyok biztos, hogy 100%-ban igaz, hogy a jobbikosok, a mindenkori jobbikosok, azok
pont ugyanúgy viselkednek, mint ellenzéki szavazók, de ugye közben, csak 2018 óta nézem a sztorit, a politikai eseményeket, akkor azt láthatjuk, hogy ez lett egy Mi Hazánk. Tehát, hogy nagyon, tehát valószínűleg a Jobbik akkori szavazótáborának, 18-as mondjuk maradjunk ennél, szavazótáborának egy része ma nem ebben az egységben Magyarországért ellenzéknél van. Ezért egy picit bonyolultabb, de hát mondok még egyet, ahol ilyen nagy csata várható, és fontos lehet nyilván az ellenzéknek és a Fidesznek is, ez a Szombathely. Ahol én egyébként sok felmérést készítettem, még az előválasztás előtt is. És az mindig látszott, hogy most akár Ungár Péter, akár Ceglédi Csaba a jelölt, hogy mind a ketten olyanok voltak, most már ugye Ceglédi Csabáról beszélünk, mint egy győztesről az előválasztáson, akik meg tudják szorítani, le tudják győzni, megvan az esélyük Hende Csabára. De hát ugye Hende Csaba egy nagyon régi motoros, még emlékszünk, a Orbán Viktor még azt a bizalmi feladatot is odaadta neki 2002-ben, hogy a polgári köröket bizony szervezett, tehát hogy azért nagyon szorosan kötődik a miniszterelnökhöz. Nyíregyháza, amit kiemelnék. Nyíregyháza is, igen. Tehát Nyíregyháza is egy olyan, ott is régen volt MSZP-s polgármester, igen. De ugye ott az egyik választókerülethez ráadásul tartoznak falvak szép számban, azt hiszem a kettes számúhoz. Oda voltak sokat, igen. De már az önkormányzati választáson is látszott, hogy ott a polgármester jelölt, aki indult, nagyon minimális különbséggel kapott ki. Mármint az ellenzéki. Igen. Hozzáteszem, hogy én nyomon követtem, mivel onnan származom, és egy darab plakát nem volt az egész városban például, és semmilyen erőfeszítést nem tettek, és úgy kapott 49%-ot az ellenzéki jelölt. Tehát mi lett volna, ha egy jó jelölt, vagy valami kampány is lett biztosan volna. Akkor beszélgessünk már a szülővárosokról, Győr 1-es is ilyen. Utána én is mondok egy szülőváros, jó, mindjárt. Ahol, a Győr 1-es is olyan, így van. Ahol kevesebb falu van, mint a Győr 2-esben, és sikerült ebben a polgári mentalitású városban egy DK-s jelöltet előválasztani, tehát mind a két győri körzetben egyébként DK-s jelölt indul, úgyhogy hát meglátjuk, elvileg lenne esély, de mondjuk egy DK-s jelölttel lehet, hogy ott egy polgári barc lehet, de hát ugye sikeresebb lenne. Igen, csak ezzel a mondattal most akkor az előválasztásnak a persze, oda már nem megyünk vissza. Létjogosultságát. És akkor te is mondj egy szülővárost. Pápa. Ó. De azért azt gondolom, hogy ha ellenzéki szemszögből nézem, akkor igazán... Akkor az olyan, mint fordított helyzetben a 13. kerület. Igen, szóval volt ott jó eredménye az ellenzéki jelöltnek, és hát voltak jó politikusok is, ugye, meg híres politikusok jöttek el a városból, hogy más nem mondja, Gőgös Zoli, aki nekem osztálytársam volt a gimibe. De ő egyébként mit csinál most? Nyugdíjaskodik? Nem, azért még nem vagyunk annyira idősek, de a Zoli a magánszférában dolgozik, tehát ő a politikát abban a formában befejezte, hogy parlamenti képviselői ambíciói legyenek, dolgozik a szakmájában, tehát ő egy agrárpolitikus volt, és agrár végzettséges. Mindegy, elnézést azért jó, a kitérőért, csak szerintem egy jó ellenzéki arc. Azért is jó, ha róla beszélünk, mert hogy szerintem az ellenzéknek ahhoz, hogy a falvak választó közönséghez eljusson, pont az a karakter, az a mondani való, az a hozzáértés lenne fontos valamilyen, valakinek a személyében, mint ami a Gőgös Zolinak megvolt, mert ő beszéli azt a nyelvet, érti azokat a problémákat, és én azt gondolom, hogy nem lehet lemondani a falvakról, mert úgy nem lehet megnyerni a választást. Tehát nagyon fontosak a közösségi médiumok, Facebook és társai, de hogy azzal valószínűleg azt a már meglévő szavazó bázisnak az identitását lehet erősíteni, és a részvételét lehet fokozni, vagy az aktivitását fokozni, aki már úgy nagyjából megvan. Ez is ráfér az ellenzékre, tehát ez nagyon fontos dolog, mert azért a mérések inkább azt jelzik, hogy az a gyakoribb, amikor a Fidesz támogatói aktívabbak, mint az ellenzék támogatói, és fel kell jönni erre a szintre, és ehhez minden eszközt, és ez nagyon fontos a közösségi médium, de Magyarország nagyjából egy negyede nem vesz részt nem a Facebookon nincs rajta, hanem egyáltalán az internetes világban nem mozog, és őket hát valószínűleg tényleg
lábbal viszont lehet elérni, el kell menni hozzájuk. Csak említetted, hogy mennyivel csökkent a ellenzéknek az, az esélye, illetve a kormány oldalhoz viszonyított előnye. Tehát ilyen október körül még ilyen 4-5% volt, úgy emlékszem. Igen, hát az volt a csúcspont. Viszont most, meg én, amiket láttam mérést, már talán ilyen -1% körül van. Uh-huh. Tehát ez azért egy óriási negatív teljesítmény, én azt gondolom, és itt azért el kellene mondani, hogy itt az ellenzéki kampány nyal, mintha lennének problémák. Tehát, és nem csak a kommunikációra gondolok, hanem egyéb szempontból is. Tehát én úgy érzem, hogy itt 2-3 hónap el lett vesztegetve olyan dolgokkal, mint például legyen a 7. frakció, ne legyen, ebből végül nem lett semmi, vagy hogy ki, hogy, tehát ez a listán is ment ugye az acsalkodás. Nem csak, hogy ment, megy is, igen. Majd megy is, nincs igen. Meg a lista, tehát, hogy de a legtöbb választó úgy érzi, hogy itt egy óriási elszalasztott időszak volt, és azért... Ki azt? Bocs. Csak annyi, hogy mondtad, hogy ilyen 3-4%-kal kellene talán a választásokkor az ellenzéknek listán nyerni, igen. De ez is csak akkor igaz, hogyha a Mi Hazánk és a Kutyapárt nem jut be. Igen. Viszont, arról beszéljünk majd a végén. Jó, igen. Egyelőre ez a mondandód első felével ragadnék le egy picit, mert az szerintem érdekes, hogy ti azt látjátok, Tibor, hogy mi az oka ennek a visszaesésnek? Vagy az volt a rendszerhiba, hogy az előválasztásnak volt egy felhajtó erre. Hát ha van esemény, van amire rá lehet csatlakozni, ami felemelő érzéssel tölti el a szavazókat, ez most minden oldalra is független attól, hogy melyik pártról beszélünk, akkor az köti a választót az adott politikai csoporthoz. Ilyen volt az előválasztás. Tehát volt egy élmény, volt egy utcán is érzékelhető, nem tudom, lehet mondani, hogy felfűtött hangulat, de mindenképpen valami vibrálást lehetett érzékelni, viták voltak, ott megjelentek a politikusok egymás mellett. A látszata az volt az ellenzéki szavazónak, hogy itt vannak hatan. Az már egy másik kérdés, hogy vannak, ezt ilyen fókuszcsoportokból láttuk, így utólag, hogy vannak olyan szavazók, ellenzéki szavazók, akik ma már úgy értelmezik az előválasztási vitákat, mintha ott valami konfliktus mezőbe keveredtek volna ezek az egyébként egymással szimbiózisban lévő pártpolitikusok. Tehát ez egy nagyon nehéz műfaj, hogy egyszerre az egységet úgy láttatni, hogy közben éreztetni kell a választókat, hogy különbözőek vagyunk. Azt lehet tudni, hogy az, aki konfliktusnak látta, az milyen százalékot képvisel az ellenzéki szavazótáboron belül? Kicsi, de hangos százalékot képvisel, tehát nagyon kicsit, csak ott... Pár százalékig? Persze, pár százalékig, de ott volt, tehát az volt, vagy talán azt mondhatom, hogy az az első jel, amikor valami a nagy eufória mellett, ami azért a nagy többségre jellemző, hogy mindenkire jellemző, jutólag visszavetítve, hogy ott már voltak olyan pontok, amit most úgy értékelnek, hogy nem biztos, hogy jó volt. Ő ettől nem megy el az ellenzéktől, csak most, hogy próbálja megfejteni, ami a kérdésedben is benne volt, hogy ott mi történt utána. Hát az történt, tehát ez volt az első állomás, és akkor utána pedig leült az ellenzéki kampány, vagy inkább úgy mondom, hogy a választókkal való kapcsolattartás pihentették az ellenzéki pártok. Ezt nem lett volna szabad, tehát hogy én mindenkit meghallgattam arról, hogy ezt miért nem lehetett, nem volt muníció, nem volt közös program. Váratlan volt ugye az eredmény, azt is tegyük hozzá, mert azért Márki-Zay Péter a kutatásokban általában a negyedik helyen futott, aztán ő már mondta, amikor még a teljes list, a nyáron, aztán szépen tényleg följött, de mégis váratlan volt ez az eredmény. Akkor valahogy össze kellett volna illeszteni a pártokat, a pártok már egymással úgy nagyjából illeszkedtek, mert elkezdtek ugye még az előválasztás előtt programot alkotni, akkor jött ugye a miniszterelnök jelölt, és ezt az egész rendszert kellett egybeépíteni, ami egy nagyon sziszi-fuszi feladat volt. A választóknak ez tényleg semmi közük, ők ezt nem akarják látni. És a kamarilla, ha az látszik, hogy ilyen kamarilla politikai megnyilvánulások vannak a pártvezetők részéről, az sose jó, tehát az nem jó kampány. Tehát, hogyha most valaki arról beszél, ellenzéki vezető, hogy akkor
hány, kinek hány listás befutó hely van, szerintem ezt nagyon rosszul teszi. Erre a választók nem kíváncsiak. A választók egy dologra kíváncsiak, hogy fejeződjön be ez a folyamat. Ők egységet szeretnének látni. Egységet, és az egység már tulajdonképpen október 10-án megvolt az egység, mert megvoltak a jelöltek, a 106 is, meg a miniszterelnök is. Uh-huh. Egy dolog még nem volt meg, a program se, de az kevésbé érdekli a választót. Egy dolog még nem volt meg, a lista. Tehát ezt nem hiszem, hogy le kell játszani ezt a meccset a pártok között a nyilvánosság előtt. Ezeket a kamarilla történeteket be kell, ezt aztán tényleg én azt gondolom, hogy a szobákba kell elrendezni, és az eredményekkel előjönni. De ha nem jönnek elő az eredménnyel a mai napig, mert ugye erről még mai nap igen. is vita van, akkor úgy érzi a választó, hogy nincs egység. Tehát nincs valami egység, mert van egy pont, ami még mindig vitáznak. Meg talán azt is, hogy nincs felkészültség, nem? Hát 40 vagy mennyi? 45. 50 nap van hátra. Ja, bocsánat, igen. Nem, a 45 az a mandátum szám, amit gondolnak. A szervezettséggel 50... van nagyon nagy gond. Egyrészt ezt Ron Weber is kiemelt a kampányból, hogy erre kellene az egyik legjobban összpontosítani, kellett volna inkább azt mondom, mert most már nagyon kevés az idő. Tehát egyrészt emiatt se tudott megvalósulni az, amit mondtál, hogy ezek a tehát ez a együttműködés hatékonyan meg tudjon képződni. Másfelől viszont én azt is láttam, hogy az ellenzék miniszterelnök jelöltnek, Márki-Zay Péternek itt egy ilyen tekintélyvesztése következett be január elejére, és végső soron a 7. frakciót is ezért nem sikerült keresztülvinni. Ha ő ezt még október végén vagy november elején írásba foglaltatta volna, hogy már pedig, amikor még neki volt egy nagy legitimitása, tehát ha akkor ezt írásba foglaltatta, abból már nehéz lett volna kiátrálni, én azt gondolom, de január elejére egyszerűen megették az ellenzéki pártuk idézőjelbe. És, hát és ezt nevezzük illeszkedési zavarnak, ami van a milyen diplomatikus igen, illeszkedési zavar. Nem is jó kommunikáta, tehát, tehát folyamatosan úgy kommunikálta, hogy ez neki úgy mondja. Nem tudunk ezzel mit kezdeni, mert ez van, tehát egyrészt valóban 50 nap van, ezt végig kell tolni. Én minden nap figyelem, hogy na most már egy olyan pillanat van-e, amikor nem érződik Márki-Zay Péter és az ellenzéki pártok között, vagy nem érzékelhető az ellenzéki pártok, egyesével veszük őket, bármelyike között valamifajta konfliktus, mert onnantól mondhatjuk azt, hogy na, akkor kampányüzemmód van. De akkor ez a nap még nem jött el, hogyha jól értem, amit mondasz. Ez a nap nagyon közeleg már, és az ember érzi, hogy már konfliktusok sokasága kisimult, de még szerintem... De egység sincs még. Én azt gondolom, hogy a holnapi nap lesz ez, mert, ja, igen. mert holnap elkezdődik az aláírásgyűjtés, és ott már nincs mese, nem lehet úgy mutatkozni, hogy vannak konfliktusok egymás közt, tolni kell. Azt hadd kérdezem meg, hogy a fideszes támadások, mert azért, ha a kampány nem is, de az beindult kőkeményen Márki-Zay Péter ellen, azoknak van kihatása a pártpreferenciákra? Romboltak Márki-Zay Péter imidzsén, elfogadottságán, támogatottságán ezek a különféle, szinte naponta jelentkező kampány, újabb és újabb kampányok? Szerintem három felé lehet szálazni. Erősítik a Fidesz tábornak az összetartását, azt nagyon sok minden erősíti. De ezek a max szavazók? A max szavazókon túl szerintem egy olyan... Tehát mondjuk ez a 2 milliós, 2,5 milliós? Inkább vegyünk 2,5 millió embert, aki már messze túl a max szavazón, de hogy őket minden ilyen kritika, vagy hát támadás, azért inkább támadások tényleg, hogy ezek meggyőzik arról, hogy nagyon jó helyen vannak, mert valóban hát most ha a másik helyen lennének, igen. tényleg. Hát, igen, szörnyű igen, lenne. Igen, szörnyű lenne, és ezért őket meggyőzik. Tehát ez az első fontos dolog, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Fidesz tábor egységben tartása az makulátlan is legyen, és maximális legyen ez. Ki legyen maxolva, ezt mondjam. A másik ugye, hogy az ellenzéki táborban egy dacot jelent, tehát ott valószínűleg ezzel számoltak a Fidesz kampány stratégiái, hogyha támadják Márki-Zay Pétert, azért a szavazók, az ellenzék szavazói elfogadják azt ez az ostromlott vár. Igen, azt a konstellációt, ami előállt október közepén, tehát az ellenzék miniszterelnök, Márki-Zay Pétert, tehát ezt az ellenzéki együttműködést most a szavazók
politikusra gondolok, azt nem bántja, tehát azzal a támadások tulajdonképpen jót tesznek az ellenzéknek. És a harmadikkal van, ahol azt látom, hogy lehetséges, vagy érzékelhető az, hogy Márki-Zay Péternek gyengül a reputációja, az a valahol a két tábor között mozgó választó. Ez a bizonytalan? Hát ilyen nevezzük őket, az elsőkkel így van bizonytalannak. Sokféle csoportból áll, de hogy körükben, ha elérik őket a támadások, amennyiben elérik őket a támadások, azoknál gyengülőben van a reputáció. Kérdés, hogy nem tud-e olyan üzenetekkel visszavágni Márki-Zay Péter vagy az ellenzék, ami ezeket a szavazókat elgondolkodásra készteti. Tehát ők azért bizonytalanok, mert hogy hol erre, hol arra billegnek így az identitásukban. Ez körülbelül mennyi ember? Százezrekben mérthető? Hogyne. Tehát mondom azt, hogy az az igazi bizonytalan, aki vagy abban bizonytalan, hogy elmegy-e szavazni, vagy abban bizonytalan, hogy melyik pártra voksoljon, ez körülbelül a választópolgárok egy tizedét teszi ki, ez 800 ezer ember. És hogyha csak azt nézem, aki most már biztosan tudja, hogy el akar menni, de nem tudja, hogy nem döntött el véglegesen, hogy kire szavaz, nagyjából, az mennyi? Nagyjából kétharmada ennek a 10 ezer, mondjuk félmillió ember van olyan, aki tényleg billeg. De hát ez most sorsdöntő. Persze. Tehát, hogy itt nem tűnik olyan nagynak. Félmillió ember, 8 millió választó, nem tűnik olyan nagynak. Na de, ugye nem is a listán is számít persze 1-2%, amit ha ők elmennek mindahányan akkor, és egy irányba szavaznak, akkor nem is 1-2%, hanem sok százalék, hanem az egyéni választókerületekben, ahol ugye mindenféle számítások vannak, hogy mennyi a billegő. Most mondok én is azt, hogy mondjuk van 20, vannak, akik többről beszélnek, de 20 az biztos, hogy van, ahol mondjuk hát 2000 szavazaton belül múlhat az, a 20 az olyan, hogy 2000 szavazaton belül múlhat az, hogy ki győz. Na most ott ebből az 500 000 emberből nem tudjuk pontosan, hogy helyezkedik el ez az 500 000 ember, de azért az jól hallható ebből a két számból is, hogy nagyon-nagyon befolyásolni tudják a mandátumot. Tehát érdemes, most az ellenzéknek mondom, hogy érdemes elmenni ebbe a 20 választókerületbe, és amennyiben ha úgy érzékelik, hogy a támadások mondjuk megkarcolták Márki-Zay Pétert, akkor vissza lehet vágni, vissza lehet billenteni ezeket az embereket, mert hogy azok szükségesek ahhoz, hogy az a mandátum meg legyen szerezve. Tehát nincs elveszett mandátum most, én azt gondolom, ebben a 20 választókerületben egyik oldal számára sem. Nyilvánvaló, hogy most nyilván 40 valamennyi van elég jól kioszthatóan a Fidesznek, 40 körüli van az ellenzéknek is, a közte lévők, de nagyon kell koncentrálni. Az azért lenne fontos, amit Balázs is említett, és te is említettél, mert ez alapján tudnak azonosulni, ez alapján tudtak az előválasztás során is azonosulni Márki-Zay Péterrel, és ezt nem védték utána. Én azt gondolom, hogy igenis a Fidesz támadásai valamennyire kikezdték, amellett, hogy volt egy ilyen spontán imázs rombolódás is, tehát a DK táboron belül egyrészt, másrészt a kisebb részben, az a Jobbik táboron belül nagyon ütötték Márki-Zay Pétert, és ezt nem védték igazából, pedig a magának a personalizációnak, ahogy fel tudott jönni Márki-Zay Péter a előválasztásra, ott az imázsának nagyon-nagyon fontos szerepe volt, és hogyha ezt kikezdik most, akkor az neki egy nagy probléma lehet, tehát szerintem mindenképpen védeni szerintem kellene. Szerintem ő neki az ereje az tényleg abban van, hogy ő föl tudja építeni, vagy föl tudta építeni magát. Ezt többször megcsinálta a pályafutásra, most csak a politikai pályafutására gondolok. Maga az előválasztás is ilyen, és nyilvánvaló, hogy akár a jobbikosoknak, akár a DK-sokban volt valami fajta averzió, az tulajdonképpen belátható és logikus, és elfogadható, hiszen az ő jelöltjüket verte meg első menetben. Mindenképpen az a fontos, hogy Jakab Péter maradt le tőle, azért ott éppen fordítva voltak az erőviszonyok a mérésben. A végén pedig hát egy nagy csatában ugye a Dobrev Klárát győzte le. Szerintem ebben tényleg voltak üzengetések, és minden sokfélét láttunk, de most szerintem ezek így megszűntek, és Márki-Zay Péter szerintem azt kell csinálnia, amit ott csinál, tehát hogy nem fog megváltozni, a politikai karaktere nem változik,
azt kell hoznia, ami ő, és ebben szerintem az van benne nagyon, hogy ha emberekkel közvetlenül kapcsolatba kerül, akkor képes őket fanatizálni. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a... Ez a karizma. Igen, igen, tehát ezek az országjáros dolgok, jó, nagyon el kell találni, hogy hova menjen, igen. Hol vannak azok a választókerületek, ahol ez az erő valamit jelent. Nem biztos, hogy nagy nyilatkozatokat kell tennie folyamatosan és gyakran, és szerintem amiben ő még jó volt, tehát ezt láthattuk, pont az első vitában, ahol még mindahányan ott voltak, az első, tehát az ATV-s vitában, ott annak a utána készült, aznap készült este közelmény kutatásban azt lehetett látni, hogy Márki-Zay Péter ott felkészültségben, egy dimenzióba, több dimenziót mértünk, felkészültségben megelőzte Jakab Pétert. Nekem az volt az első mérési adatom, ahol ő nem ott volt, ahol szokott lenni. Aha. Tehát, hogy ott volt valami pici dolog, amiben nem is olyan pici a felkészültség, de hogy ezt jól eladta. Tehát tulajdonképpen a Márki-Zay Péternek, vagy hát az ellenzéknek az az üzenete, amit most így a plakátokon is lehet látni, hogy vitázni kéne, és a vitát szinte követeli, és aki nem akar vitázni, azt pedig gyáva, hazug, stb. Nevezi, azt szerintem az egy jó kampánystratégia. Tehát a Márki-Zay Péter azokban a vitákban jól szerepelt. Ez megmaradt az emberekben. Most nem tudjuk, hogy szerepel Orbán Viktorral, lehet, hogy sose fogjuk megtudni, de mindenképpen ez mint egy karakterjegy, ami rá jellemző, ez szerintem egy nagyon adekvát dolog. Előbb megütötte a fülemet, hogy azt mondtad, hogy az ellenzéknek ebbe a 20 körzetbe el kellene mennie. Ez a 20 körzet fogja eldönteni a választást? Vagy másképp kérdezem, az az 500 ezer ember, vagy 5-800 ezer ember, akiről előbb beszéltünk, hogy bizonytalan, ők fogják eldönteni a választást? Azért gondolom, hogy ők, mert már tényleg nem is tudom, egy éve már biztos, hogy mérjük ezeket a tömböket, még létre se jött a ellenzéki tömb, már mértük, mint virtuális együttműködést, és azt lehet látni, hogy ezek a számok eléggé beálltak. Tehát most itt elmondhatjuk, egy picit vezet az ellenzék, picit vezet a Fidesz, de a vége mindig az, hogy olyan döntetlen szagú, most a listás eredmény. Mondom, tehát, hogy méretében, tömegében ez a két csoportosulás, mint választói csoportosulás, ez azonos. És az is látszik, hogy a kötődések is elég erősek, mert most itt végigbeszéltük, hogy a Márki-Zayt érő támadások, azok pro és kontra is kovászként működnek. Ezért nincs más lehetőség, mint az, hogy ezek az emberek akár 500-en, akár 800-en vannak, eldöntsék ezt a választást. Tehát az nagyon fontos, hogy ők melyik irányba billennek, vagy elbillennek-e egyáltalán. Egy éppen most készült közvélemény kutatásból az derül ki, hogy a választók 7%-a mondta azt, hogy ő az utolsó napon dönt, és még azt hiszem 8% azt mondta az utolsó napokban, utolsó héten dönt. Tehát akkor tulajdonképpen ezzel is valahogy oda jutunk ahhoz a körhöz, így nagyságrendileg, amiről beszélünk, hogy ők kivárnak nagyon sokáig. Ezért én türelmes vagyok, mindig szokták, hogy nem látszik annyira a kampány. Valószínűleg biztos van ennek oka, amit csak sejtünk, és van még biztos zavarodottság is így a kampányokban, de hogy a dinamikája szerintem az nem feltétlenül olyan, hogy február, nem tudom, 10-hanyadikát írunk, hogy kell begyújtani a rakétákat, és 11-ét írunk, hogy kell begyújtani a rakétákat, és tolni folyamatosan, nem fog menni az a tűz, hanem ezt föl kell építeni, és ennek az első, és azért mondom, hogy holnap egy nagyon fontos nap van, 12-dik, amikor elindul az aláírásgyűjtés, tehát kénytelen kelletlen, a pártaktivistáknak találkozni kell a választókkal. Láthatók lesznek, és még egy fontos dolog a láthatóságon túl, az lehet, hogy csak márciusban fog majd látszani, hogy hisznek abban a pártpolitikusok, a jelöltek, az aktivisták, hogy megnyerhetik a választást. Az előválasztás időszakában ez a két hit, vagy a hitnek a mértéke, hogy ahogy gondolták ezt a fideszesek, és gondolták az ellenzékiek, ez közel azonos volt. 95%-ra följött az ellenzék abban a hitben, hogy ellenzéki szavazók, hogy ők meg fogják nyerni a választást. Uh-huh. Ahogy
kiüresedett az együttműködésnek, mármint a választók és a politikusok igen. közötti együttműködés, a találkozások így megszűntek, szépen ment lefelé az ellenzéki szavazóknak a hite, abban, hogy a reménye ez, abban... Ez nagyon fontos, amit említesz. Igen, abban, hogy ők győzni fognak, mert látták, hogy de nem pörög tovább. Mi ennek az oka? Én azt gondolom, hát hogy, az, a, hogy nem a permanens kampány hiánya volt az oka, amit el kellett volna már régen tanulni a Fideszről. Én azt hiszem, hogy Tibor is ezt... Igen, valamilyen tehát, lángon kell tehát nem vinni. Az, hogy, mert azt mondtad, hogy nem kell ezt maximum lángon, ebbe egyetértek, de azért valamilyen lángon de kell. Valamilyen lángon, igen, pislákoljon, igaz, fontos. A plakátokra visszatérve erről is akartunk beszélni. Említetted, hogy szerinted jó ez az üzenet, hogy Orbán hazudik, és ezért nem, tehát ezért fél vitázni. Én azt gondolom, hogy ez valami fajta ilyen narratíva építési kísérlet akar lenni, tehát ebből akarnak majd felépíteni valamit, viszont szerintem nem biztos, hogy ez a jó út, hiszen tehát az már, hát ha nem is 100%, de elég nagy bizonyossága kijelenthető, hogy Orbán Viktor nem fog kiállni vitázni Márki-Zay Péterrel, mivel nem érdekel, ő akkor állna ki maximum, de még akkor is kétséges, hogy kiállna, mert azért nagyon rossz emlékei vannak ezzel kapcsolatban. Tehát itt ez a másik dolog, amit a Fidesz az elmúlt években ügyesen csinált, hogy a narratívákat felépítette, ezeket az elbeszéléseket, ezeket a történeteket, és most az ellenzék ezzel próbálkozik. Kérdés, hogy ez mennyire lesz hatékony ezekkel a plakátokkal. Hát, tehát, mert mondtad, hogy 20 körzetet meg kellene nyerni, ugye? Hát, hogy a 20-nak a javát. Igen. Hát igen, a 20-at akkor jár legjobban az ellenzék, hogy megnyeri 20-at. Valamit fel kell építeni, és jó helyen kapizsgál szerintem az ellenzék. Ugye valamikor, tehát vannak kutatási módszerek, amik próbálják azt föltárni, hogy mire rezonál a különböző politikai, mire rezonálnak a különböző politikai csoportok. És említett, volt 2002-ben volt szerencsém ott ülni olyan fókuszcsoportokon, ahol Megyesi Péternek az a üzenet te fogalmazódott meg a ott bent ülők részéről, sok csoport révén jött ez ki, hogy létbiztonság, jogbiztonság, közbiztonság. Tehát ez volt az a három dolog, ami ott akkor nagyon fontos volt. Ez megismételhetetlen, tehát ez nyilvánvaló, hogy már 4 év múlva se volt igaz. Most is meg kell keresni azokat az egy pozitív jellegű dolog volt, nagyon, persze benne volt egy picit a negatív, hogy most nincsen az, én meg ígérem nektek ezt a három dolgot. Szerintem minden kampánynak így kell működni, hogy van valami rossz dolog, ami helyetté hozok majd egy jobbat. Tehát ebben a kampányban az van benne, hogy fontos, egyrészt, hogy ő hazudik, tehát ugye ez van a plakátokon, hogy a miniszterelnök hazudik, én meg ezzel az üzenet, hogy én meg nem, tehát ez az alternatívája. A másik, hogy ő nem akar vitázni, én meg akarok, és mint a vitát tekintem, a párbeszédet, beszéljük meg a dolgokat egy olyan pozitívumnak, amit végig lehet csinálni. Hogy ez a fő üzenet, azt nem tudom, meg nem is gondolom, de hogy mindenképpen ezt valahogy benne tartják a kommunikációban, az fontos, de a plakátokat azért nem misztifikálnám. Fontos, mert naponta látjuk, elmegyünk, akár gyalogoskodj, azért az fontos, persze, csak... De a két fél mondat egyébként nem illik össze, azt nem tudom, hogy megfigyeltétek-e. Hazudik, ezért fél vitázni, tehát nem teljesen van meg a... azért, ha kicsit nem belegondolsz, akkor igen, ezt egy kicsit ügyesebben is meg lehet. Biztosan, de akkor benne van két üzenet, azért nem nyelvészként igen működünk mi választópolgárok, hogy nagyjából lássuk azt, hogy mi van. Ha már nyelvészet, csak egy plakátra akarom mondani, hogy nézzem, a Mi Hazánk, egyébként feljövőben lévő Mi Hazánk... Akarunk róla beszélni, bár nagyon rólan az időnk, de akarunk a plakátjait, hogy nekem az egy kicsit nehéz üzenet, hogy eltöröljük a mentelmi jogot, mert szerintem ezt a dolgot, amit ők ki akarnak fejezni, ezt valahogy ilyen kézre állóbb formában is meg lehetett volna fogalmazni. Tehát, hogy ez a mentelmi... A privilégiumokat. Hát, hogy megszüntetni a... Igen, tehát a kiváltságokat. Igen, hogy aki rossz fát tesz a tűzre, ha a parlamenti képviselő, akkor is meg lesz büntetve. Szóval milyen politikus vagy, Tibor? Ja. Igen. Tehát, hogy nekem, én azt gondolom, hogy vannak szavak, amik való plakátokra, meg vannak, amik nem. Tehát nem bonyolítanám el, ez sokszor bebizonyosodott már, hogy ez a Fidesz kommunikációnak egy fontos
hát pozitívuma, vagy hatékony voltát jelzi azt, hogy nagyon egyszerűen szoktak kommunikálni. Írtózunk tőle értelmiségén, de hát nem ez a cél, hanem az, hogy működjön és választást lehessen nyerni. Ezt a kört én összefoglalnám, aztán majd mondd meg, hogy jól foglalom össze. Egyrészt az, hogy nincs semmi veszve az ellenzék szempontjából, azzal együtt, hogy most talán egy pár százalékkal a Fidesz látszik listán előrébb, illetve ebből fakad egy kérdésem az előző körből, hogy, és kérlek, hogy nagyon röviden, mert rettentően elszaladt az időnk, ki ez az 5-800 ezer ember, akit meg kellene nyerni? Lehet ez szociológiailag valahogy egy jellemzőket összefoglalni röviden? Nem, tehát nem, ez nagyon... Akkor nagyon, köszönjük végig. Igen, nem, azért ez nagyon sokszor elhangzik, és nyilvánvaló, hogy foglalkozunk ezzel, hiszen ha megbízást kapunk ilyen jellegű analízisekre, akkor ez a legrelevánsabb kérdés. Nagyon sokfélék, tehát ebben különböző okok miatt bizonytalanok az emberek, tehát hogy ebben vannak nyilván értékalapú megfontolások is, bár az kevesebb, inkább érdekalapúak vannak. Az érdekek meg olyanok, már érdekalapú bizonytalanság, hogy nem tudok elköteleződni sehova. Azok meg olyanok, hogy mindenkit érintenek a maguk szintjén valahogy. Tehát van, akinek az a fontos, hogy az állása legyen biztosítva, van, akinek az, hogy van állása, de közepes nagyságrendű a keresete, és azon gondolkodik, hogy kiben bízhat annyira, hogy többet keressen, hogy az ő társadalmi csoportját, vagy az ő foglalkoztatási csoportját privilegizálja-e, vagy pozitív diszkriminációval illeti-e valamelyik politikai erő. Hát ezzel azért a pártok játszanak elég szépen. Nyugdíjasok erre egy jó példa, mindenki próbál nekik valahogy. Igen. Vagy hát mondhatom a miniszterelnököt, aki most, hogy azt mondom, ország értékelésre készül, ezért ma péntek van, nem mondott reggel semmit, nem üzent senkinek semmit, hogy mi lesz majd emelve. Cserében a nyugdíjasok azért ma kapták ugye az emelt és dupla nyugdíjat. Tehát, hogy itt nagyon megy a csata azon, hogy különböző csoportokat megszerezzenek a pártok, és ezek a csoportok gondolkodnak, vagy ennek egy része, 500-800 ezer ember gondolkodik abban, hogy kivel lesz neki jobb. Ugye itt a Fidesz előnye az, hogy ő adni tud, vagy tenni tud a kormány, az ellenzék meg ígérni tud. Igen. És ez egy egyenlőtlen játék, de ez nem most egyenlőtlen, ez mindig az. Hát nincsenek eszközei az ellenzéknek igazából. Csak a kommunikációs eszközei vannak, igen. Viszont a kormánynak kézzelfogható. Hát a hitelesség az ellenzéknek a hit, elhiszik-e neki, hogy amit mond, az úgy lesz. Tehát nem látok egyébként hitelességi válságot az ellenzéknél, tehát amiket így mond. Legfeljebb másként kéne picit mondani, hogy erőteljesebben kéne mondani, vagy még többet kéne mondani, de én hitelességi válságot nem érzékelek, még akkor se, hogyha a Fidesz folyamatosan támadja és mindenben visszamutat 2006-ra, akkor sincs. Akkor nem lehet, ha jól értem, nem lehet egy erre az 5-800 ezer emberre egy univerzális... Na bocsánat, nem válaszoltam egy, tehát hogy nincsen ilyen, tehát hogy nem tudom megmondani, hogy ők vásárosnoményben élnek főleg, vagy... Jó, világos. Tehát, hogy nem. És szemlélet szempontjából azt ki lehet jelenteni, hogy azért ők főleg ilyen materiális alapon... Na, ide akarok kiukadni, hogy nem a létbiztonsággal lehetne kampányolni ezen emberek körében? Annyival bonyolultabb a történet, hogy a létbiztonság az nyilvánvaló, hogy bizonyos társadalmi rétegeknek adekvát szó, fordulat, mert hogy tényleg azt szeretné, hogy kijöjjön a pénzéből, mert lefordítom ilyen nyelvre, hogy nagyon sokan vannak Magyarországon, több mint egyharmadjak az, éppen, hogy kijövünk a jövedelmünkből, aztán van olyan még egy ekkora léteg, hogy szűkösen, de megélünk, tehát azért nagyon sokan ezen a szinten élnek ténylegesen, és akkor van ők valóban létbiztonsággal, mert a létbiztonság megteremtését az jelenti, hogy nem kell arra gondolni, hogy a hónap végén mit veszek meg, és mit nem. De ő előre akar lépni. Egy másik szintje így van, egy másik szintje egy középrétegnek meg az, hogy egy picit szeretne följebb lépni. Beszéltük, hogy a Mi Hazánkról, meg a Kutyapártról akár egy külön műsort is csinálhatnánk, mert olyan sok rétegű szerintem már ez a kérdés. Én egy dologra kérdeznék rá az időszűke miatt. Igaz-e az axióma, vagy axióma kezdemény, hogy a Mi Hazánk most már inkább a Fidesztől vesz el szavazókat,
a kutyapárt pedig az ellenzéktől veszel szavazókat. És muszáj beraknom egy B-kérdést, mert ez is érdekel, hogy hogy látod. Mit eredményezne az egyik, másik, vagy mindkettőnek a bejutása az országgyűlésbe? Nagyon óvatosan fogalmaznék, tehát egyáltalán nem szalagcímszerűen, hogy a Mi Hazánk és a Fidesz között elég jelentős átjárás van. Most ezt úgy tessék érteni, hogy ott van átjárás, és a Mi Hazánk és a többi párt között meg nincs átjárás, és ez nem egy óriási nagyságrend, csak a kizárólagosságára próbáltam utalni. Valahány tízezer szavazó gondolkodhat azon, hogy megfelel neki az a típusú, nem tudom én, politizálás, ilyen konzervatív politizálás, amit a Fidesz tűzzásznál, vagy szeretne egy picit radikálisabban ezt megélni, és azt találja meg a Mi Hazánkban. Tehát ez egy fontos dolog. Tehát, hogy igen, ott van valamilyen kapcsolódási pont. A kutyapártnál pedig ugyanilyen mértékben, vagy nagyságrendben, tehát ilyen tízezres nagyságrendekben vannak lamentálók, akik mindenképpen azon gondolkodnak, hogy az ellenzék vagy a kutyapárt, és ez nagyon függ attól, hogy mi lesz, és hogy szerepelnek ezek a pártok, hogy elhúz-e a hátralévő időszakban valamelyik erő úgy, már most a nagyok két nagy közül, amikor számít, vagy nem számít. Számít, vagy nem számít, és akkor, ha nem számít, akkor megy ezekhez a kis pártokhoz, ami fölnagyíthatja őket annyira, hogy akár a parlamentbe is bejussanak. Hát nyilván itt nagyon sokféle tárgyalás zajlik, meg számolgatás zajlik. Egyelőre mind a két párt alatta van a bejutási küszöbnek. Én egy picit ebben a pillanatban, most tényleg február 11-én nagyobb esélyt látok arra, hogy valahova a Mi Hazánk a közelébe érjen, már csak azért, mert ők találtak egy témát, ami ugye ez az oltás, a kötelező oltás ne legyen, és azért erre van fogékonyság a magyar társadalomban. Ezért néztem meg, hogy talán 6,8 millióan vannak beoltva nagyjából, és hogyha csak azt veszem, hogy 8 millió, és ebben benne van aztán mindenki, tehát a fiatalabbak is, azért elég sokan vannak olyanok, akik nincsenek, és hogyha ebből és hogyha azt nézed, hogy kinek van harmadik oltása, akkor hát az még igen, inkább. Igen. Tehát, hogy talált magának egy területet a Mi Hazánk, amivel gyűjtögethet szavazókat. Ez az aranytojás tojótyúk, ugyanúgy a Mi Hazánk számára, hogy annak idején a Fidesznek volt ez a migráns téma. Jó, ez nyilván egy kisebb rész. Világos, de hasonló, és így van. Hadd hozzam be, említetted, hogy mi történne, hogyha a két falkok kutyapárt, hogy a Mi Hazánk bekerülne. Én olvastam egy ilyen mandátumbecslést ezzel kapcsolatban, és ott az jött ki, hogyha a kutyapárt és a Mi Hazánk is bekerül ilyen 5-6%-os eredménnyel, akkor a Fidesznek nagyon szűk kormány többsége lenne csak, hogyha viszont tehát ebben az esetben, ha az ellenzék nem kerül többségbe, és mondjuk 47%-ot szerez szemben a 43%-os Fidesz arányjal, és akkor hogy is volt, hogy a Mi Hazánk bekerül a parlamentbe, a kutyapárt viszont nem, akkor még ez a 4%-os különbség sem lenne elég ahhoz, hogy az ellenzék többséghez jusson. Igen. Nagyon fontos ez a téma egyébként, ez az oltás ellenesség, mert az egész tulajdonképpen egy összeesküvés elméletre épül, és ez nagyon működik, és a Fidesz is ezt csinálta a kampányok során, mindig összeesküvés elméletekre épített, tehát ez marasság nagyon, nagyon sok embert meg tud fogni, és ha megnézzük a mostani plakátját ugye a Fidesznek, ez a minifer is, ami hát ugye sokunk ízlésének nem igazán felel meg, de ez most mellékes. Tehát ott is egy összeesküvés elmélet van a háttérben, tudnélik az, hogy így Gyurcsány irányít, ő az ura ott mindennek az ellenzéki térfélen. Tehát csak arra akarok célozni, hogy ezek a konteók nagyon sok mindenkit meg tudnak fogni, és ezért tud működni a Mi Hazánknak is a kampánya,
nagyon jól, tehát ilyen 1-2%-ról most feljöttek már ilyen 3-4%-ról. Igen, abszolút. Igen, így van. Tehát egyébként a konteókról, a járvánnyal kapcsolatos konteókról készült egy nagyon jó elemzés a Fers és a Policy Solutions. Én vettem fel az adatokat, ezért tudom mindenkinek így ajánlani, abban nagyon jól körbe van járva, hogy milyen konteók élnek. De amit mondtál, rávilágít arra, hogy nagyon nem, ugye ezek a mandátum kalkulációk, beszélések, hogy nagyon nem mindegy, hogy ez a két párt végül is bejut, vagy nem jut be, és egy kicsit olyan kiszámíthatatlanná teszi. Egy kicsit kiszámíthatóbb akkor, hogyha egyik se jut be, mert akkor nagyjából tudjuk, elmondtuk, 3-4%-kal kell, ponttal kell győzni az ellenzének listán ahhoz, hogy akkor azt mondja, hogy nyerte. Ha nem jut be egyik se? Így van, ha nem viszont jut be egyik se. Viszont ha egyik másik. Ha egyik másik bejut, akkor elindul egy ilyen variálás, hogy akkor mi mennyi, kitől veszel, amiről itt beszélgettünk, akkor egyiktől veszel, a másiktól veszel, milyen nagyságrendre fut fel. Ez nagyon nehezen kiszámítható. De egy dologra hadd kérdezek rá, Tibor, mert ez szerintem a legelterjedtebb nézet, és nem tudom, magam se tudom megmondani őszintén, hogy igaz-e. Ha a kutyapárt tud országos listát állítani, uh-huh. magyarán van 71 egyéni igen. jelöltje, de nem jut be az országgyűlésbe, kap 4,5%-ot. Ebben az esetben kijelenthető-e, hogy valakitől, valamely pártól, vagy pártszövetségtől veszel szavazókat, és hogyha igen, akkor kitől? Nem, hát az a 4,5% összessége nyilvánvaló, hogy nem osztható ki úgy, hogy ezt elszedte bármelyik pártól, mert azért vannak kutyapárti szavazók. Tehát akik egyébként is kutyapárti szavazók. Igen. Tehát azért ez egy létező politikai formáció. Vagy nem szavaznának, a kutyapárt nem indulna, de így viszont szavaznak. Így viszont szavaznak, és nem vesznek el sehonnan. Igen. Szavazókat nyilvánvaló, ezt próbáltam csak jelezni, hogy biztosan lesznek olyan valahány tízezer fő egy ilyen nagyságrendnél már, aki ellenzéki szavazó lett volna, hogy ez hol helyezkedik el, és ez mandátumot érinte vagy sem, azt nem lehet megmondani. Minden esetre mindenkit óvnék attól, hogy aki ezt így végig gondolja, hogy előzetes bűnbakképzés legyen, már csak annak okán is, hogy minden pártnak joga elindulni, ha feltételeket meg tudja teremteni ahhoz, hogy tehát a tud, kellő számú igen. jelöltet állítani, és minden feltételt teljesít, akkor elindult a parlamenti választáson, de valóban ezen érdemes gondolkodni. Azt látom, hogy mi is itt erről beszélünk, és gondolkodunk rajta, meg hát Kovács Gergely megnyilatkozásaiból is lehet azért azt látni, hogy ez nem egy ilyen lefutott meccs, nem igen. lehet még pontosan tudni, hagy valami fajta ilyen lehetőséget arra, hogy majd eldöntik később, most bejelentettek jelölteket, akik elindulnak, nem tudom én, Dömes Zsuzsanna elindult például abban a választóban, ahol a Jánbor András, de még tehát tegnapi tudásunk szerint elindul, aztán majd meglátjuk, hogy összegyűjti-e, akkor meglátjuk, hogy tényleg elindul-e, tehát azért itt van egy mozgástere, kevesebb ilyet látok, tehát ezt a lamentálást érzem a kétfarkutyapárt vezetésében, ha lehet így fogalmazni. A Mi Hazánkat ilyen szempontból egy ilyen egyenes vonalú sávon látom rajta, mennek előre, van egy track, és mintha nem figyelnének arra, bár lehet, hogy ott is lesznek meglepetések majd, hogy ki lép vissza, hogy lép vissza, de nyilvánvaló, hogy ezek nagyon fontos dolgok, és ebbe tudunk most a legkevesebbet. Meglátjuk, mindegy. Hát én még napestig elhallgattam egyébként Závesz Tibort, mert olyan újdonságokat mondtál uh-huh. nekünk is, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy eljöttél a podcastunkba. A hallgatóknak mondom, hogy ne menjenek sehova, mert most következik, bár nem sok időnk maradt rá, de következik a Krumpli és Kokain nevű rovatunk, amiben a hét legpiszkosabb, vagy hogy szoktuk mondani? Gátlástalanabb politikai mondatát veszük górcső alá. Tibornak nagyon köszönöm, hogy itt volt. Zábers Tibor volt a vendégünk, az Ávesz Research igazgatója. Köszönöm szépen, örült lettem. Krumpli és kokain. Rovat a hét legvisszataszítóbb politikai hazugságával. A hét legpofátlanabb politikai mondatával fogunk foglalkozni. Ezt ezúttal Szijjártó Péter egyik mondatában leltük meg, ami úgy hangzik, hogy... Örülünk, hogy a miniszterelnök úr jégtörő akciója sikerrel járt Moszkvában, és most európai vezetők szinte egymásnak adják a Kreml kilincsét. Igen, ugye itt Szijjártó Péter arról beszélt, hogy Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozója gyakorlatilag feltörte a jeget, és hát ennek köszönhető, hogy nem lesz háború. Nagyon röviden erről van szó.
Hát én nekem rokon szenves az önbizalomnak ez a foka, de hát azért egy kicsit talán túllőtt a célon. Igen, tehát aki látta ezeket a fotókat és a közvetítést ott Moszkvában, azért szerintem azok számára eléggé nyilvánvaló volt, hogy mik itt az erőviszonyok. És hát ehhez képest azt állítani, hogy itt a miniszterelnök úr, aki megváltoztatta a történelem menetét, úgymond, tehát ez... Hát figyelj, Botond is annak idején a legendák szerint betörte Bizánc kapuját, tehát gondolom, hogy erre az ős gesztánkra hajazva dobta be Szijjártó Péter ezt a bődületes utaságot, de biztos van, akinek persze, ez hát a konszenves. Így a párhuzamos univerzumban biztos így történt, tehát ugye azért sokan körülbelül ott élnek. Hát az meg, hogy most emiatt adják vezetők egymásnak a kilincset a Kremlbe, hát ez azért tegyünk annyit hozzá, hogy itt hónapokkal előtte le kell egyeztetni az ilyen szintű találkozókat. Persze. Tehát az, hogy most... Hát a Macron találkozó is megvolt. Hetekkel előtte már hír volt belőle, hogy Macron Moszkvába utazik, mielőtt egyáltalán kiderült volna, mert egyébként úgy volt eredetileg, hogy Putyin jön hozzánk, aztán igen, valamilyen igen. Okból kifolyólag végül... Hát talán az már túl kínos lett volna itt Viktorunk a választások ment. Előtt. Igen, ez lehet. Is az volt mondjuk, de mondjuk az meg pláne az lett volna. Úgyhogy erre a hétre ez volt a legpofátlanabb, amit nagy volt a verseny, de ezt találtuk meg, mint legpofátlanabb politikusi mondatot. És jövő hétre viszont rossz hírünk van a Péter Tamás rajongóknak, mert nélkülöznünk kell Tamást. Ellenben érkezik hozzám Horn Gábor, ugye? Jól mondom? Igen, igen. Úgyhogy az utáni héten viszont visszatérsz külföldről. Visszatérek abszolút, úgyhogy... Most önöknek pedig köszönjük a figyelmet, és ahogy mondtuk, jövő héten velem és Horn Gáborral, két hét múlva pedig ismét Péter Tamás is itt lesz velünk. Neked jó utat. Köszönöm. Önöknek pedig szép bármit, amire most készülnek éppen. Viszont hallásra. Viszont hallásra.